Simon Horáth. A DAC férfi kézilabda csapata számolatlanul lőtte a gólokat, és 60 perc alatt közel 50 találatig jutott. A baziniak ősszel hazai pályán 13 gól különbséggel nyertek. A cél az ennél nagyobb arányú győzelem volt, ami sikerült is. A téli szünetben kisebb változások történtek a csapatnál. Jött 2-3 játékos, a edzések keményebbek lettek, elkezdtünk központosítani a taktikánkra, ami a gyors játék. Úgy hiszem, hogy ez a kulcs erre a csapatra, mivel hogy fiatal játékosaink vannak, gyors játékos, szóval ki kell használni azt, amire képesek. A célunk az volt, hogy a első négybe végezzünk, egy kis szerencsével lehet meg lehet az a harmadik hely is. A DAC tehát a gyors játékra épít. Gyors indulás után addig próbálják befejezni az akciót, amíg az ellenfélnek nincs felállt védelme. A mostani meccsen ez a taktika jól működött. Felmerül a kérdés, a csapat mire lehet még képes. Ezt hagyjuk a jövőre. Nem tudom, mi lehet benne. Úgy tudom, hogy a klub vezetésnek vannak komolyabb céljai is. Meglátjuk, hogy a játékosoknak milyen céljaik vannak. Itt ugye mindenki dolgozik mellette, tehát teljesen hobbiból csináljuk ezt az egészet. Meglátjuk, hogy a klub vezetés hogy dönt. Az őszi idényt a középmezőnyben záró dunaszerdehelyiek eddig mindhárom tavaszi mérkőzésüket megnyerték, és feljöttek a negyedik helyre. A DAC a következő 13. fordulóban március utolsó vasárnapján Gután vendég szerepel. A két csapat meccsei mindig nagy csatát hoznak.